Üdvözlöm Önöket, a Heti TV híradóját látják. Itthonról. A kormány szerint Brüsszel továbbra is támogatni akarja az illegális bevándorlást, amiről a magyar embereknek tudniuk kell. Ezért indítottak újabb tájékoztató kampányt, közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán azt mondta, a migráció támogatását célzó tervek továbbra is ott vannak a brüsszeli fiókokban, és olyan döntések születnek a háttérben, amelyek ezek megvalósítását célozzák. Ilyen terv például a nem kormányzati szervezetek támogatásának megsokszorozása és az illegális bevándorlást jogszerűvé tévő migrációs alap létrehozása is, tette hozzá az államtitkár. Az LMP elhibázottnak tartja a kormány gazdaságpolitikáját, amely csak a GDP növekedés és az adóbevételek pillanatnyi maximalizálására törekszik. Frakcióvezető helyettesük szerint a 4,8%-os növekedést a társadalmi különbségek felszámolására kellene fordítani, és csökkenteni kellene a gazdaság extrém függését a külföldi tőkétől. Schmuck Erzsébet a problémákat sorolva azt mondta, a magyar kis- és közepes vállalkozások stagnálnak vagy tönkre mennek, a gazdaságot nem sikerült felkészíteni a jövő kihívásaira. Hiányolta a megújuló energiaipar, a kutatásfejlesztés vagy a robotika fejlődését, a környezeti célok megvalósítását. Úgy ítélte meg, a növekedés eredményéből szélsőségesen egyenlőtlenül részesülnek az emberek, a lakosság harmada még mindig szegény, miközben az állami vezetők fizetése gyorsan növekszik. A Párbeszéd költségvetési csalás és hűtlenkezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz, mert kétségbe vonja, hogy Palkovics László innovációért és technológiáért felelős miniszter jogosan vett fel éveken keresztül havi 800 ezer forintos fizetést a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetétől. Az ügyben Mellár Tamás képviselő azt mondta, nem lehet tudni, hogy Palkovics László mit tett ezért a fizetésért, de nagyon valószínű, hogy nem végezte el azt a kutatómunkát és publikációs tevékenységet, amiért ezt a pénzt kapta. A politikus az MTA tervezet átalakításáról beszélve azt mondta, hogy éppen folyamatban van az akadémia elfoglalása, bezúzása. A kormányzat olyan akciókat indított el, amilyeneket legutoljára az 50-es években lehetett megfigyelni. A kabinet megkérdőjelezi a tudományos kutatásokat, és durván próbálja korlátozni és megszüntetni az MTA függetlenségét és autonómiáját, jelentette ki. Júliustól ugyanolyan összegű kedvezményes kamattámogatású hitelt igényelhetnek a gyermekes családok, ha használt lakást vásárolnak, mintha újat vesznek, közölte Novák Katalin, család és ifjúságügyért felelős államtitkár. Novák Katalin példaként említette, hogy ha egy családban két gyermeket nevelnek vagy vállalnak, akkor 10 millió forint kamattámogatott hitelt tudnak felvenni, bármilyen lakást vesznek, ha pedig ennél több gyermeket nevelnek, illetve vállalnak, akkor 15 millió forintos kamattámogatott hitelhez juthatnak a családi otthonteremtési kedvezmény mellé. Ez azt jelenti, hogy 25 éves futamidővel számolva 48 ezer, illetve 72 ezer forint lesz a havi törlesztő részlete a családnak. Előtörlesztésre is van lehetőség, és arra is, hogy ne a teljes összeget vegye fel a család. A kedvezményes hiteleket a bankfiókokban lehet majd kérni, a csok igénylésekor, fűzte hozzá. Egy társadalom ereje a szolidaritásban van, abban, hogyan bánik a rászorultakkal, és ebben az egészségügynek, azon belül is az ápolóknak kiemelt szerepük van, mondta az egészségügyért felelős államtitkár a Magyar Ápolók Napja alkalmából tartott központi ünnepségen. Horváth Ildikó azt mondta, elkötelezettek, hogy növeljék ennek a szakmának az elismertségét. Az intézkedések között említette a 4 lépcsős, 72%-os szakdolgozói béremelést és a lakhatási körülmények javítását, hogy, mint mondta, az egészségügyben dolgozni ne veszteség, hanem nyereség és öröm legyen a család számára. Az államtitkár úgy fogalmazott, azt kívánja az ápolóknak, legyenek példaképek, hogy a fiatalok felnézhessenek rájuk azért a munkáért, amelyet végeznek. Hozzátette, ez a hivatás sok erőfeszítést kíván, erőt, energiát viszel, de törekedni kell arra is, hogy az egészségügyben dolgozók is megőrizzék egészségüket. Az idei év első két hónapjában már több mint 30 házi orvosi és 8 fogorvosi praxis üresedett meg. Februárban 422 tartósan betöltetlen házi orvosi körzetet regisztráltak, az üres fogorvosi szolgálatok száma 255 volt, ismerteti a Világgazdasága az Állami Egészségügyi Ellátóközpont adataira hivatkozva. Azért, hogy az alapellátás biztosítva legyen, az AEK évről évre pályázatokat ír ki a praxis jogvásárlásra és letelepedésre. Az idén egy nemrégiben megjelent tender szerint összesen 1,25 milliárd forintra pályázhatnak az orvosok.
A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján megjelent kiírás szerint a házi orvosi praxis jogvásárlásához maximum 4 millió forint támogatás nyerhető el. A tartósan betöltetlen házi orvosi és fogorvosi körzetek letelepedési támogatására pedig az elnyerhető legmagasabb összeg 20 millió forint, amelyet a legalább 5 éve üresen álló praxis betöltése esetén fizetnek ki. A szegedi törvényszék büntetésvégrehajtási bírája kedden hozott végzésével nem engedélyezte Magda Marinkó sorozatgyilkos feltételes szabadságra bocsájtását. Juhászné Prágai Erika, a bíróság szóvivője elmondta, a bíró megállapította, hogy az elítéltel szemben kiszabott büntetés célja további szabadságelvonás nélkül nem érhető el. A döntés ellen az elítélt védője fellebbezést jelentett be, így a végzés nem jogerős. Külföldi híreink. Orbán Viktor miniszterelnök Jeruzsálemben fontos bejelentést tett. Külgazdasági képviseletet nyit a magyar kormány Jeruzsálemben, ami újabb előrelépés lesz a magyar-izraeli kapcsolatok szorosabbra fűzésében. A kormányfő megbeszélést folytatott Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel, majd azt követően kiemelte, hogy tájékoztatta izraeli kollégáját a közelgő európai parlamenti választásokról, melynek egyik fontos célja lesz az antiszemitizmus visszaszorítása Európában. Közölte, arra törekszenek, hogy a választás után olyan vezetők legyenek az EU-ban, akik nem finanszíroznak olyan NGO-kat, amelyek beleavatkoznak a politikai ügyekbe és Izrael ellenes álláspontot képviselnek. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, sok közös van a két ország múltjában. Olyan kis népekről, kis demokratikus országokról van szó, amelyek a jövőt a békére, a szabadságra és a jólétre alapozva építik, ami erős köteléket jelent közöttük. Kiemelte az együttműködés jelentőségét a terrorellenes erőfeszítésekben, mint mondta, együtt szállnak szembe azokkal, akik az emberi civilizációt vették célba, az iszlám szélsőségesekkel, a terroristákkal. Az izraeli kormányfő arról is beszélt, hogy a két ország együttműködik a védelem, a kutatás, a tudomány és a környezetvédelem területén is. A Budapesten megrendezendő Maccabi játékok rendezvénye pedig mutatja, hogy mennyire fontosnak tartja Magyarország a kapcsolatait Izraellel, közölte. Felidézte, Orbán Viktor tavaly is járt Jeruzsálemben, rendszeresen találkoznak, és minden alkalommal tovább erősítik a kétoldalú politikai, gazdasági és diplomáciai kapcsolatokat. Benjamin Netanyahu köszönetet mondott, amiért Magyarország kiáll Izrael mellett a nemzetközi szervezetekben, így az ENSZ-ben is. Álhírnek, dezinformációnak minősítette a magyar kormány újabb tájékoztató kampányának megállapításait az Európai Bizottság. Margaritis Kínász, a brüsszeli testület szóvivője kijelentette, hogy a bejelentett kampány minden képzeleten túltesz, illetve sokkolónak nevezte, hogy egy ilyen nevetséges összeesküvés elmélet ekkora teret nyer. Nem igaz, hogy az Európai Unió aláássa a nemzeti határvédelmet, éppen ellenkezőleg. Nincsen terv az úgynevezett humanitárius vízumok bevezetésére, a tagországok maguk döntenek arról, milyen mértékű legális bevándorlást fogadnak el, hangsúlyozta. A héten folytatódnak az egyeztetések annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az Egyesült Királyság rendezetlen Európai Uniós kiválása, közölte Stephen Barclay brit Brexit ügyi miniszter, aki Michel Barnierrel az EU főtárgyalójával egyeztetett Brüsszelben. A tárcavezető arról számolt be, hogy Geoffrey Cox brit igazságügyi miniszter össze fogja állítani módosítási javaslatait a konfliktus alapját képező úgynevezett ír-északír tartalék megoldásra vonatkozóan, és a felek hamarosan egyeztetést kezdenek ezekről. Diplomáciai források szerint a következő Barclay-Barnier találkozót a hét közepén tartják. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke kijelentette, hogy senki nem ellenezné a bennmaradó EU tagállamok közül a brit kilépés tervezett határidejének meghosszabbítását, amennyiben London kérelmezné. Hozzátette, elképzelhetőnek tartja a hosszabbítást a május végi európai parlamenti választásokon túlra is, amelyen szakértők szerint ez esetben a Szigetországnak is részt kellene vennie valószínűleg. A Brexit folyamatban már így is annyi határidőt túléptünk, fogalmazott a bizottsági elnök. Az Öt Csillag Mozgalom olasz kormánypárt szavazói internetes szavazásukon nemet mondtak arra, hogy az olasz parlament megfossza mentelmi jogától és bíróság elé állítsa Matteo Salvini belügyminisztert egy korábbi migrációs intézkedése miatt. Az M5S szokása szerint a mozgalom regisztrált szavazói között online voksolást tartott a pártot is érintő kérdésről.
A véleménynyilvánításban résztvevő több mint 52 ezer voksoló, 59,5%-a úgy szavazott, hogy Matteo Salvini az olasz állam érdekében lépett, amikor tavaly augusztusban nem engedélyezte, hogy az olasz parti őrség hajója a Di Chiotti fedélzetén érkezett 177 fős migráns csoport olasz partra lépjen. Az M5-es internetes szavazása megelőzte az olasz parlament illetékes mentelmi bizottságának kedden délután várható döntését a Matteo Salvinivel szemben indított eljárásról. Ukrajnát feltétel nélküli támogatásukról kell biztosítaniuk az Európai Uniónak és tagállamainak most az orosz agresszió idején, hangsúlyozta az Európai Tanács elnöke Kijevben az ukrán parlament rendkívüli ülésén felszólalva. Donald Tusk szavai szerint csak annak van joga magát európainak nevezni, aki szolidáris Ukrajnával. Az, aki kész eladni Ukrajnát, eladja Európa jövőjét, hangoztatta. Felhívta a figyelmet arra, hogy éppen azok a politikusok, akik az egységes Európa ellen vannak, azok kérdőjelezik meg Ukrajna területi egységét. Mondd, mit gondolsz Ukrajnáról, hogy tudjam, mit gondolsz Európáról, jegyezte meg Donald Tusk. Gazdasággal folytatjuk. Az építőiparban várhatóan idén és 2020-ban is tovább folytatódik a növekedés, mert ebben a két évben is rendelkezésre állnak még a szektor fejlődéséhez szükséges Európai Uniós fejlesztési források, ami nagyságrendileg 4,5 milliárd eurót jelent, mondta Petz Rajmond, a GKI gazdaságkutató ZRT ügyvezető igazgatója. Hozzátette, idén a magyar építőiparban a GKI előrejelzése szerint 9%-os, a GKI európai partnere az Euroconstruct szerint több mint 10%-os, az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetsége szerint pedig 12%-os bővülés várható. Az építőipari szereplők számára 2020 lesz majd érdekes év, miután akkor ér véget az uniós költségvetési ciklus. Ráadásul az új lakásoknál már nem lesz érvényben az 5%-os áfakulcs, csak azokra, amelyek 2018. november 1-én már rendelkeztek építési engedéllyel. A várható időjárás részleteivel ezúttal kollégám jelentkezik. Szervusz, Marci, hallgatunk! Köszöntelek, Bori, én is titeket innen a zsinagóga mellől. A mai napon egy gyenge hidegfront hatásra feltámad az északnyugati szél az ország középső részén, valamint megerősödik a felhőzet. Nyugaton egy-egy futózápor is kialakulhat. A Tiszántúlon, illetve a délnyugati megyékben még reggel ködös, párás idő indított a mai napot, viszont ezt követően már nem lesz ilyen, nem valószínű tartós köd. Délelőtt -2-4 fok, délután 8-13 fok között alakul a hőmérséklet. Nagyon fontos felhívnom a figyelmet arra, hogy éjjel és estére sűrű, ködös idő várható, ezért óvatosan vezessenek. Valamint figyeljünk arra is, hogy az enyhe idő beköszöntével a pollen szezon is elkezdődik. A szó a stúdióé. Köszönjük szépen! Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brayerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!